Sziasztok! Tombol a meleg továbbra is, júniusból júliusra váltunk. A nyári nagy döglesztő melegben a napsugaraitól perzselvé néha jól eshet megpihenni a mozitermek hűvösében, úgyhogy nézzük is, mely filmek érkeznek júliusban, mikre ülhetünk majd be hűsölni egy icipicit. Vagyis a júliusi mozivárók. Július 6-a. Mindjárt itt a hó elején kiszövi hálóját a pókember, mely filmmel a Marvel is picit beszáll a buliba, már ami Peter Parker történetét illeti. Harmadszor rebootolják már a pókfiú kalandjait, reméljük most már tényleg hazatér a cucc. Tony Stark is tiszteletét teli, na meg ellenlávasnak itt lesz Michael Keaton, remélem behálóz majd a kaland. Két tolvaj testvérpár autókat kötel a Rivérán, ez lesz a Kipörgetve című mozi Scott Eastwooddal. Clint fia még azért annyira nem tört be a filmiparba, mint a fater, próbálkozik nagyon szépen. Lehet nem ez a film lesz az ugródeszka számára, egy francia gangster egy 62-es Ferrari-t akar ellopatni a tesókkal, azok pedig ördögi tervet eszelnek ki. Ójaj. A Swinger Club egy örök elégedetlen férfiról szól, aki egy kis izgalmat szeretne csempészni életébe, ezért ráveszi a feleségét, hogy menjenek el egy Swinger Clubba. Az ilyen helyeken pedig az egyetlen szabály, hogy sose szeress bele az aktuális kalandpartneredbe, na ezt tegi meg a férfi, mikor fiatal partnere iránt szerelembe esik. Július 13. Egy francia drámát is kapunk, az Én és a Mostohám címmel. Claire szülésznőként dolgozik egy kórházban, egy nap pedig felbukkan egy nagyon rég nem látott ismerőse, aki teljesen felkavarja a nő életét. A film főszereplője Catherine Deneuve. A Förtelmes főnökök rendezője dirigálta a híres és talán kissé hírhet bívás sorozat mozifilmes verzióját. Annyira szerintem nem hűsorozat adaptációt kapunk majd, Hasselhoff helyett minden esetre Dwayne Johnson lesz itt, meg Zac Efron, ők mentik majd meg az embereket a csobbanásokból. Őrült akció vígjátékra lehet készülni, bár a tengeren túli kritikák eléggé szétszették a filmet. És a Majmok bolygója harmadik része is befut a háború. Bevallom, eléggé várom ezt a filmet, nekem az előző két epizód nagyon bejött, szóval kíváncsian várom a háborút, melyben Cézár és a többi majom az emberek ellen vonul. Látványos majomparádé lesz az biztos, sok-sok CGI emberszabásul van meg minden, várom na! Július 20. Egy német romantikus dráma, a Szerelmes SMS című film, melyben Clara elhunyt fiatal szerelmét gyászolja, hogy tovább lépjen, szerelmes SMS-eket küld a fiú telefonjára, viszont nem sejti, hogy a számot valaki más már használja, így az érzékeny lelkű Markot nagyon felkavarják a szerelmes SMS-ek, amiket kap. Luc Besson pedig egy látvány a skifivel rukkol elő. A Valérian című filmben különleges kormánydünnököket ismerhetünk meg, akik az univerzum rendfenntartásáért felelnek. Csak hogy láthatatlan erők mozgolódnak a háttérben, és tudjuk, hogy ez ugyebár hatalmas veszélyt hordoz. A látványvilág kicsit ilyen avataros, Luc Bessonból kiindulva pedig, hát tudja fene milyen mozi lesz ez, én bizakodok. Christopher Nolan háborús filmje is megérkezik végre, a második világháborúban járunk, a németek Dunkirk partjaira szorítottak több százezer szövetséges katonát, akiknek a tenger miatt nem volt hova menekülniük, na az ő megmentésükről, káoszról, harcról, háborúról szól Nolan új munkája, itt lesz Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, ezt is várom. Július 27. Hogy Total Gáz lesz a francia Total Gáz című vígjáték, azt nem tudom. Egy öttagú család a nagypapival nyaralni készül, az autópályára érve 130 km/órás sebességre állítja az apuka a tempomatot, csak hogy az innentől be is áll, elromlik valami miatt, és az autó pedig emiatt nem áll le. Őrült tempóval száguldoznak a kalandokba. Juhú! Animáció nélkül sem maradunk e hónapba, bár tudja fene, lehet, hogy maradhatnánk inkább. A dzsungelmentő akció nem biztos, hogy az animációk gyöngyszeme lesz már, ami a látványt illeti, inkább ilyen családbarát alkotásnak tűnik, családos embereknek, gyerekeknek, blabla. Nem biztos, hogy én vagyok a célközönség. Aztán a Deadpool 2 rendezője még a szuperhősös mozi előtt elhozza nekünk az atomszőkét, mely nem kevésbé szuperhősnővel rendelkezik, ő pedig az MI6 hősnője, akit Charlize Theron játszik, de itt lesz még Jade McAvoy is a főbb szerepben. Az előzetes egy tökös és dinamikus akció cuccot ígér, reméljük egy tökös és dinamikus akció cuccot kapunk majd. Most ezen filmek zizzennek a moziba júliusban, így szám szerint nem olyan sok film, de azért van pár régen várt és érdekes cím. Írjátok majd meg kommentben, hogy miket fogtok megnézni, mikre ültök majd be. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kívánok mindenkinek jó mozizást, jó filmezést, sziasztok!